Megismeritek, ő a Gyurgy alak. Legszínesebb, már-már trópusi madarunk. A földnapja alkalmából a Dombovári Földi István könyvtár egy előadással készült az iskoláskorú gyerekeknek. A délelőtt folyamán Müller Nándor természetfotós tartott élménybeszámolót az elmúlt 11 néhány évben átélt legizgalmasabb és legviccesebb kalandjairól, Vidám történetek Erdőn mezőn címmel. A diákok érdeklődve követték a bakancsos turista történeteit, aki egy jó tanáccsal is szolgálta számukra. Az elmúlt 11 néhány évben több százezer felvételt készítettem, és hát mindegyik tájegységről, ami eddig megjelent, készült ilyen előadás. Ez pedig speciálisan a gyerekeknek arra, hogy megismerjék egy kicsit a növényvilágot, az állatvilágot, a védett növényeket, természeti értékeket, és kapjanak egy kis vidám sztorit erről az egész történetről, hiszen elmeséltem nekik a néhány kalandomot az erdőn. Rengeteg nagyon jó pofa, meg okos kérdést tettek föl. Ki kell menni az erdőre, és ott fogunk nagyobb ismeretségbe kerülni a természettel, akkor fogjuk megismerni a tavaszi virágokat, a nyári virágokat, a természet csendjét, az állatokat. Ugye mindig kérdezik, hogy milyen állat van az erdőben, hát csendesen kell menni, és hogyha csendesek vagyunk, odafigyelünk, akkor megpillanthatunk egy-egy őzet, szarvast, rókát. A növényfotózás egy egyszerű történet. A képekből talán látható volt, hogy ez nagyon szeretek makrofotókat készíteni. És ugye itt volt egy történet a medvefül kankalinról, hogy hát azt tudni, hogy mikor nyílik és hol. Ez egy olyan fokozottan védett növényünk, ami hazánknak csak egy-egy részén nyílik. Hát az oda bizony föl kell mászni, az egy életveszélyes történet, mire az ember megtalálja, de az sem mindegy, hogy egy növényre mondjuk kimegyünk, tudjuk, hogy április 10-én nyílik, a plusz-minusz egy-két hét, de hogyha olyan idő van, mint idén, hogy hidegebb van, vagy éppen melegebb van, akkor mi odaérünk, vagy levirágzik, vagy még ki se nyílt. Tehát ez egy olyan játék, hogy többször ki kell menni egy-egy növényhez. Hát az állatfotózás az pedig egy külön sportág. Én nem nagyon szeretek fölülni magas lesre, általában is cserkelem a vadat. Tehát megyek utánok, és akkor nagy objektíven beszaladgálok mindenfele, meg egy hatalmas szerencse is kell hozzá, hogy szembe kerüljek egy ilyen állattal, vagy megmutassa nekem magát. Azért mindig egy nagy élmény egy természetfotósnak. Az előadás pedig a gyerekek számára volt nagy élmény, akik különösen örültek a vidra, róka, süni, nyuszi, vagy éppen vadmalacot ábrázoló fotóknak. Közel 400 kép mesélt a jelenlévőknek erdőről, mezőről, állatokról, növényekről, barlangok mélyéről, ahogy azt a természetfotós látta, a diákok pedig érdeklődve hallgatták és szemlélték az előadást. Én a legjobban az őzet szeretem, a növények közt meg szerintem... Hát nekem mindegyik tetszik, meg állatok közt is nagyon szeretem mindet, de legjobban az őzek és a pillangók tetszettek. Na, a vidra, meg az orchidea. Én is vidrának tekintem magam, mert én is szeretek úszni, és a halat is szeretem nagyon. A diákok persze nem csak a természetben találkoznak az állatokkal, Benedek például négylábú kedvencéről mesélt csillogó szemekkel. Egy barna kutyánk van, ami azt szeretem benne, hogy itt a mellkasán van egy fehér csík. Egy nap a holnapért, a klímáért, így összegezhető a földnapja, amely napon előadások sora hívja fel a figyelmet környezetünk megóvására. Ez a nap már a legnagyobb önszerveződő környezeti megmozdulássá vált hazánkban. A Dombovári Belvárosi Általános Iskola diákjai pontosan tudták, mire hivatott ez a nap, és az év számos napján gyakorta kilátogatnak családjukkal a természetbe, mint ahogy mesélték ezt. Hát megyünk, akkor megyünk a turista út, és körülnézünk, hogy mi van körülöttünk. Esetleg néha letérünk az útról, mert ott van valami növénybogár, valami, ami kiszúrja a szemem. Az előadás rávilágított, hogy mennyi értéket rejt környezetünk, amelyet mindenképpen meg kell óvnunk.